Mikor nevetett utoljára úgy igazán teljes szívből? Minden nap előfordul. Utoljára szerintem 2 perccel ezelőtt nevettem. Igen, hát a elemi ügy. Abszolút. Minek tud igazán örülni? Megint csak az van, hogy ugye ha az ember nem úgy próbál erre válaszolni, hogy mindenképpen valami ünnepélyesen nagy szabásút akar mondani, akkor rengeteg ilyen van. Hogyha ennek jelentőséget tulajdonít, akkor nyilván összehúzza a szemöldökét, és akkor már nehezebb esett. De a legapróbb dolgokat tudok örülni. De most természetesen iszonyatosan gicses válaszom van az unokámnak. Tehát bármikor eszembe jut, akkor egyszerűen a puszta létének örülök. Tehát ez egy olyan fajta tudás, amiről nem volt ugye egy ideig az emberek tapasztalata, sejtelmei voltak, de hogy ez ennyire erős és jó és megbízható, arról például nem tudtam. Mint tud igazán felháborodni? Hát ez megint rendkívül banális, az egész úgy, ahogy van, az rettenetesen elkeserítő. Tehát, hogy én speciál azok közé tartoztam, akiknek nem voltak igazából illúziói abban a tekintetben, hogy mondjuk ami 89 után majd jön, azzal nagyon egyszerű lesz, vagy hogy azzal nagyon sima lesz, hanem azt gondoltam, hogy baromi nehéz és lassú lesz, de még ehhez képest is, tehát mondjuk a kvázi pesszimisztikus elgondolásaimhoz képest is csalódást keltő ez a fajta bezárkózó és érdektelen struktúra, ami kialakul. Melyik a kedvenc filmje? Meglehetősen sok filmet kell néznem, ezért nyilván nehezen szavazok egyre. De mondjuk pont mostanában beszélgettünk valakivel erről a rejtélyről, hogy hogy van az, hogy miközben a film sérülékeny művészetnek tűnik. Tehát, hogy a saját formanyelvét olyan erős gesztusokkal újítja meg, hogy ezért a közelmúlt nagyon gyorsan válik el a múltá, de mégis vannak olyan teljesítmények, amik úgy tűnik, hogy nem érintődnek meg az időtől. Tehát most szándékosan régi filmeket fogok mondani. Mondjuk legyen az egyik az Aranypolgár, a Nagy Ábránd legyen a másik, és mondjuk legyen a Godard Víkendje. Ugye direkt mondtam egy kicsit mást. De ezzel egyáltalán nem azt akarom állítani, hogy ezek megközelíthetetlen csúcs teljesítmények volnának, inkább arra akarok célozni megint, hogy ez egy ilyen értelemmel különös közeg. Mit tart a legfontosabb erénynek? A kíváncsiságot. Melyek ön szerint egy nő legfontosabb tulajdonságai? Hát általában azt érzem, és akkor nyilván talán ezt lehet mondani, hogy nagyon nehéz, mert egy kicsit foglalt a bölcsesség szó, és valami ilyen, tudom, érti, hogy mi a bajom ezzel. De mégis csak azt tapasztalom, hogy van egy nagyon mély tudás a nőkben, azzal kapcsolatban, hogy igazából mi fontos, vagy mi nem fontos. És ez hihetetlen erőt tud adni. Vagy szóval, hogy az élet bizonyos pillanataiban ez abszolút életmentő tud lenni. Ez a fajta evidencia, igen, az evidenciához való hozzáférés tekintetében látok ilyesmit. Azért makogok, mert általában nem szeretem az általános kijelentéseket. Tehát, hogy amikor a nőkről és a férfiakról beszélünk, mert nyilván ugye ez egy ilyen értelemben nehezen szétválasztható ügy, de mégis valahogy azt érzem, hogy a nők valamiért közelebb vannak ehhez a tudáshoz.